Elhúzódó kivizsgálásra számíthatnak a terézvárosi tetőomlás károsultjai. Az összetört autók tulajdonosai például jó eséllyel csak akkor számíthatnak kártérítésre, ha volt kaszkó biztosításuk. A gépjárműkárosultak azt tervezik, hogy közös erővel lépnek fel az érdekeikért. Vendégünk Lambert Gábor. A Mabisz kommunikációs vezetője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük onnan, kik vannak most a legnehezebb helyzetben az érintettek közül? Hát én azt hiszem, hogy a személyi sérült. Tehát mindenképpen azt hiszem, hogy neki minden, a legnagyobb tisztelettel és odaadása lehet csak arról beszélni, hogy remélhetőleg minél hamarabb felépül. Uh-huh. És jogilag is ő van a legnehezebb helyzetben, hogyha ha szeretné az igazát érvényesíteni majd? Én azt hiszem, hogy nem. Nem. Itt majd kitérünk gondolom a beszélgetés során arra, hogy milyen lehetőségek vannak, de jogi oldalról szerintem ő teljes mértékben körbe van bástyázva, és remélhetőleg legalább erről az oldalról megoldódik az ő sorsa. Reggel beszélgettünk az EVOSZ vezetőjével, Koi Lászlóval, és ő a sérült kapcsán azt mondta, hogy önmagában, ha az esetnek azt a szeletét vesszük, hogy egy ilyen volumenű építkezésnél a járda nem volt elkerítve, és ezt használhatták a gyalogosok, már ez megdöbbentő hiba. Én ebben nem folynék bele, tehát biztosítási szempontból ez egy másik történet, ezt a hatóságoknak kell kivizsgálni, hogy ki miben hibázott, ki milyen mértékben felelős. A biztosítóknak más a feladatuk, hogy ilyen helyzetben amennyire tudnak, és amennyire a szerződések lehetővé teszik, segítsenek. Akkor menjünk sorba, ugye alapvetően kérdéses az, hogy a lakóközösségnek, a társasháznak milyen biztosítása volt. Itt egy aleset, hogyha én jól értem azt, hogy a bővítés idejére volt a külön biztosítás, mert hogy ez nyilván más megítélés alá esik, nem? Egy ilyen építkezés. Én azt gondolom, hogy az mindenképpen vizsgálni fogják majd a hatóságok is, hogy a társasháznak, mint megbízónak milyen szerződése volt a kivitelezővel. Itt nem feltétlenül kell biztosítási ügyben gondolkodni. Két alapvető dolog van, amit igazán mérvadó lehet. Az egyik a társasháznak milyen biztosítása van, milyen felelősség biztosítása van, illetve az kivitelezőnek milyen, van-e egyáltalán biztosítása, mert sajnos a jelenlegi jogszabályok nem feltétlenül kötelezik arra a kivitelezőt, hogy legyen egy úgynevezett építési, szerelési biztosítása, és ennek a biztosításnak milyen felelősség biztosítási része van. Tehát lényegében ezek az alapkérdések. Itt jelen esetben erre a két kérdésre még nem ismerjük a választ. Hát mivel biztosítási titok övezi az egész ügyet, én szerintem a sajtó elő fog erről értesülni, mint mi a Magyar Biztosítók Szövetségénél, hiszen az érintett biztosító ez ügyben nagyon meg van kötve a keze, tehát nem igazán kommunikálhat. Ugye arról is mostanában sokat beszéltek a sajtóban, hogy az egy dolog, hogy valakinek van biztosítása, például a társasháznak, de ez mennyire aktualizált? Ez alatt mit kell érteni? Nem azt mondanám, hogy aktualizált, hanem hogy ennek a felelősségbiztosítási része az milyen biztosítási összeget tartalmaz, igen, tehát milyen limitet tartalmaz. Legalább ilyen érdekes, hogy a kivitelezőnek, ha van biztosítása, megint, tehát ez amennyiben, ha ezt mindig hozzá kell tenni ez a beszélgetéshez, ha van biztosítása, annak a felelősségbiztosítási része milyen limitig, milyen összeghatárig vállal felelősséget. Ez egy ilyen esetben fedezheti azt, ami itt most történt? Én azt gondolom, hogy ha és amennyiben van építési szerelési biztosítása, akkor a házban okozott károkat az fedezni fogja, és amennyiben ha van ennek felelősségbiztosítási része, hát akkor nagy kérdés, hogy ez a személyi sérülés, ez hát egy gépkocsi balesettel összehasonlítva, illetve hát azt tudom analóg példának felhozni, adott esetben ez 100 milliós nagyságrendű is lehet. Csak a személyi sérülés. Igen, és akkor még ott vannak a gépjárművek. Igen. Én egy kicsit optimistában fogalmaznék, mint itt a bevezetőben elhangzott, tehát elképzelhető, hogy azok a gépjármű tulajdonosok, akiknek nem volt kaszkó biztosítása, előbb-utóbb pénzükhöz jutnak. Mondom, ez minden attól függ, hogy a felelősségbiztosításoknak mi a tényleges tartalma. De pereskedniük kell. Nem. Ha a kivitelező volt annyira előrelátó, volt annyira felelősségteljes, hogy egy megfelelő biztosítást kötött, és annak az összeghatára fedezi az okozott károkat,
akkor pénzükhöz fognak jutni. Mi van a konkrét ingatlanokkal ebben a házban? Mert hogy lehetett már korábban is hallani, hogy a felújítás során eddig is keletkezett kár a lakásokban, nyílászárokban, beázás volt, ugye egy tűzeset is volt korábban, repedések. Igen, amennyire én tudom, ezt a kivitelező már korábban vállalta, hogy ezeket rendezi, illetve hát... De ez megint, én azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy a társasház miben és hogyan állapodott meg a kivitelezővel. Tehát itt egyrészt szerintem... maguknak a lakosoknak a lakásbiztosítása hogy jön a képbe, hogy van-e, nincs-e, ott milyen értékhatár van? Szerintem ez kevésbé játszik most szerepet. Én nem tudom azt, hogy, vagy nem tudok arról, hogy az ingatlanokban bármilyen kár keletkezett volna, magukban az ingatlanokban, a mostani házomlás következtében. Tehát az épületben keletkeztek, és ezt elméletileg a társasház, illetve hát a kivitelező építési szerelési biztosításának fedeznie kell. Amennyiben, de ez megint sajnos ez itt az a gond, hogy először meg kell állapítani, hogy ami történt, azért ki a felelős, és ki milyen arányban felelős. És hát tartok attól, hogy azért ez nem egyik napra a másikra fog. Ennek az ügynek elmondható, hogy az a legfontosabb konklúzió, hogy amit említett, ezt a kivitelezői felelősségbiztosítást kötelezővé kéne tenni? Én ilyet nem mondanék, én azt mondanám, hogy kössünk jó biztosításokat, megfelelő összeghatárukkal kockázatarányos biztosításokat. Tehát, hogyha ilyen esetben egy kivitelező felméri azt, hogy milyen kockázatokkal áll szembe a kivitelezés során, akkor azt hiszem, ezen elgondolkodik, és akkor valóban ilyen kockázatarányos biztosításokat köt. Hát igen, és ezen azért sokan szeretnek spórolni, sajnos. Sajnos ez a tapasztalat, mint ahogy a kaszkón is, igen. És hát sajnos a gépkárműveknek nagyjából az 1/4 rendelkezik csak kaszkó biztosítással. Nem tudom, hogy itt az érintett gépjárművek között volt-e olyan, aki kaszkóbiztosítással rendelkezett. Az a tulajdonos viszonylag hamar pénzt lát. Többiek is lehet, hogy valamikor, de végig kell mennie azért ennek az egész elemzésnek, illetve hát kideríteni, hogy ki milyen arányban felelős. Köszönjük szépen az információkat. Szépen. Most reklám, egy rövid híradó, és aztán folytatjuk az egyenes beszédet. Tartsanak.